Most fordult először olyan elő, hogy szombati napra majdnem most használhatatlanná vált a postafiókom. 600-nál több levél. Ahogy az várható is volt, nem maradt szó nélkül a hivatalosan elmaradó október 23-ai megemlékezés kérdése. A polgármester szerint nem szabad összemosni a városi programokat és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség eseményét. Volt egyszer fél tízkor egy zászlófelvonás a város részéről, ami után a város koszorúját elvittem az 56-os emlékműhöz. Ez semmi kapcsolatban nincs azzal a huszár erődemonstrációval, ha úgy tetszik, és jó magam sem egyeztettem bővebben velük. Az más kérdés, hogy azt szerettem volna elérni, hogy ezek teljesen különálló rendezvények legyenek. Az építményadóról szóló rendelet módosítása kapcsán sem értettek maradéktalanul egyet a felek. Horváth Jácint be is nyújtott egy módosítást, miszerint felkérik a polgármestert, hogy készítessen egy olyan előterjesztést, ami nem zárja ki azokat a beruházásokat a támogatás alól, amelyek nem az új ipari parkban fejlesztenének. Kértünk egy részletes előterjesztést arról, hogy hogyan tudunk kedvezményeket kialakítani, ezt a mostanit nem találtuk elég megalapozottnak, amit előterjesztett polgármester úr, illetve a munkahelyteremtő beruházásoknak pedig könnyítéseket fogadtunk el a pályázattal kapcsolatban, hogy még több pályázó, még több vállalkozás férjen hozzá, meglátjuk, hogy így hogy fog működni, ha így sem, akkor más módon kell ezt kezelni. Az ülésen Szabó Szilárd, a Fidesz frakció vezetője kifejtette, alapvetően néhány szempontból egyetért ezen napirend kérdésében Horváth Jácinttal, ugyanakkor azt alaposan át kéne gondolni, hogy a régi iparterületeken vállalkozóknak is járjon kedvezmény, hiszen ez forgalmi szempontból negatív hatással lehet a városra. Az, hogy a régi iparterületeket, illetve ahol az elmúlt rendszerben és még azt követően is valamiféle ilyen és ehhez hasonló tevékenység működött. Én azt nagyon meggondolnám, hogy ezeket előtérbe hozzuk, ugyanis forgalmi szempontból és ezáltal egy csomó olyan kérdést és problémát is felvet, illetve magával fog ez vonzani. A közgyűlés utolsó pontja volt Sauta Marcell előterjesztése bizonyos járványvédelmi lépések meghozataláról. Ez a pont is komoly vitát eredményezett volna, amennyiben a tárgyalási idő engedi, hiszen Bizer András úgy jellemezte a napirendet, hogy eső után köpönyeg. A napirendben leírtak és egy elfogadott módosítás szerint a polgármester köteles lesz a képviselőknek és a Kanizsa Médiaháznak is pontos adatokat biztosítani a kanizsai járványügyi helyzetről. Polgármester úr több esetben a Kanizsa Médiaházat azzal küldte el, hogy a hivatalos Facebook oldaláról tájékozódjon. Most egy közgyűlési döntés, egy határozat fogja kötelezni arra, hogy a Kanizsa Médiaháznak a saját kérésüknek eleget téve olyan bontásba, olyan gyakorisággal szolgáltasson járványról adatokat. A novemberi közgyűlés szünetében, amennyiben ezt a járványügyi előírások lehetővé teszik, közmeghallgatást tartanak majd a képviselők.